Túrázás, gyaloglás, biciklizés és előadások. Számos program várta az egészségesebb és fittebb életet preferálókat az életmódváltó hetek első felében. A programsorozat a 13. Tour de Mezőköves sportnappal kezdődött el, ezt követően az első blokkban túrázási lehetőségekkel, sportrendezvényekkel és különböző előadásokkal, bemutatókkal készültek a szervezők az életmódjukon változtatni vágyóknak. Szeptember 17-én, csak úgy, mint tavaly, a Kővölgybe kirándultak a résztvevők Benyus Tamás túravezetővel. Másnap a közösségi házban a testünkön található reflexzónákról, a betegségek megelőzéséről és a pozitív gondolatok fontosságáról tudhatunk meg többet dr. Csikai Erzsébet orvos természetgyógyásztól. Mintegy 50 fő volt kíváncsi azokra a módszerekre és jó tanácsokra, amelyek segítségével megőrizhetjük egészségünket és megelőzhetjük a betegségek kialakulását. Az előadáson résztvevők megtanulhatták, hogy milyen reflexpontok találhatók a kéz és lábfejen, továbbá azt, hogy azok megnyomásával milyen pozitív eredményeket érhetnek el az állapotukban. A doktornő szerint, ha a pozitív eseményekre koncentrálunk és tudunk örülni az élet apró dolgainak, a rossz érzéseket pedig nem hordozzuk magunkkal, sokat tehetünk nem csak a szellemi, de a testi egészségünkért is. Szeptember 19-én a különféle illóolajok felhasználási módszereivel ismerkedhettünk Starosta János természetgyógyász egészségfejlesztő terapeutának köszönhetően. A Gyógycseppek testnek és léleknek című előadás keretében a jelenlévők megszagolhatták és meg is kóstolhatták az eszenciákat, valamint az előadó hozott olyan olajkeverékeket is, amelyek bizonyos problémák, például felfájás esetén, valamint különböző betegségek ellen hatékonyak. Elmondta, az illatok a lélekre is hatnak, ezért van nagy szerepük az olajoknak a betegségek gyógyításában is, hiszen a terapeuta szerint a lélek kihatással van a testi problémákra is. A következő program egy kerékpártúra volt, Szomolyára tekertek az Ódor kerékvár udvarában gyülekező résztvevők szeptember 20-án. Kis Gábor vezetésével a mozogni vágyók a Nagyvölgy tetői kilátóhoz bicikliztek. Szeptember 22-én professzor dr. Sebestény Tamás előadására annyian voltak kíváncsiak, hogy plusz székekkel telt meg a közösségi ház klubterme. Az ember és a természet közötti harmónia megbomlásáról és ennek a kapcsolatnak a helyreállításáról is beszélt a professzor. Az előadás fő vonulata a táplálkozás volt, amely a szakember szerint az ember és a környezete közötti legközvetlenebb kapcsolat. Az élelem reprezentálja a környezetet, de kizárólag akkor, ha nem mesterséges. Az előadó elmondta, a betegségek akkor alakulnak ki, ha ember és természet között diszharmónia keletkezik, vagyis ahhoz, hogy meggyógyuljunk, helyre kell állítani a megbomlott kapcsolatot, illetve harmóniát. Sebestény Tamás azt mondja, ha visszakerülnénk abba a helyzetbe, ahogy teremtettünk, ha abban a természetes környezetben élnénk, akkor sosem lennénk betegek. Erre a mai világban csekély az esélyünk, de sokat tehetünk az egészségünk megőrzése érdekében, elsősorban a helyes táplálkozással és a rendszeres mozgással. Másnap az első külföldi túra is lezajlott, amelynek Csapok volt a végcélja. Ez már hagyomány, hogy a programok között szerepel egy Tátra túra, minden évben más helyszínre utaznak el a résztvevők, idén Alacsony Tátra egyik legmagasabb csúcsára esett a választás. Szeptember 24-én reggel Tiszató kerülő kerékpáros túrára indult a 9 fős csapat, akik a Mezőkövest, Poroszló, Tiszató kerülés, majd Poroszló Mezőkövest útvonalat teljesítették, összesen körülbelül 120 km tekerve. Még aznap este cseréptörést és önvédelemre alkalmas gyakorlatsorokat mutatott be a Kéköves Lukács Krisztián a Kavicsostói Szabadidőpark területén. Az Egerből érkezett sportoló elmondta, a bemutató lényege a különböző formagyakorlatok prezentálásán túl, hogy mi magunk is képesek legyünk megtanulni és elsajátítani a mozdulatokat, valamint hogy megértsük, melyik mire alkalmas. Elsősorban önvédelemre használhatóak a bemutatott mozdulatsorok, amelyeket párja, valamint önként jelentkezők segítségével demonstrált a Kéköves karatés. Az életmódváltó hetek programjai folytatódnak egészen október 2-ig, ezen a napon tombola sorsolással zárul a rendezvénysorozat.